vendégek, tiszteltünk a gyülekezet egységben és közösségben az erő. Különösen az a közösség értékek mentén indul. Embertől emberig, lélektől lélekig, tégláról téglára épül egy keresztény közösség a szó átvitt és konkrét értelmében is. Minden egyes tagjának önmagában is egyedülálló értéke van, az együttes egész pedig egy biztos igazodási pont. Jó valahova tartozni, jó valahol otthon lenni. A világ számos pontján azonban nem magától értetődő a keresztény közösségi élet megélése. Napjainkban is mintegy 340 millió ember ültetnek keresztény zsike miatt szerte a világban. Számukra a közösség nem pusztán egy többlet, hanem megtartó erő a mindennapi élet fenyegetései közepette. Minden nehézségük ellenére azonban az üldözött keresztények közösségei sok tekintetben példaként szolgálhatnak a számunkra. A legnagyobb viszontagságok között sem veszítik el a hitet és a reményt. Hitet abban, hogy a krisztusi értéket jelenti a valódi igazodási pontot a világban, és a reményt, hogy létezik számunkra egy kiszámíthatóbb és félelmektől mentes. Sokat mondhatunk, kitartást, hogy a legnagyobb viharban sem szabad és lehet feladni. Összetartást, hogy együtt könnyebb is elviselhető, és az újrakezdés képességét, hogy a teljes pusztulás is után pedig teljes megújulás. Magyarországot hosszú évszázadokon keresztül úgy emlegették Európában, hogy a kereszténység védő pajzsa. Ez úgy gondolom fordítva is igaz. A keresztény kultúra és hit évszázadok óta Magyarország védő pajzsa. Múltunk minket arra sarkal, hogy ragaszkodjunk gyökereinkhez, és ennek forrásából merítsünk. A magyar kormány a kereszténységre nemzet megtartó erőként tekint, ezért már a több mint 3000 templomot újított föl, és 120 templomot épített Magyarországon és a határon túli magyarság számára. A magyar templom felújítási program ennek a folytatása, és a program keretében újulhatott meg ez a templom is. Tisztelt ünneplő gyülekezet, Libanonban jártam egyszer egy kiküldetésen, ahol megérkeztem egy idős keresztény falusi bácsit, hogy annyi probléma közepette, miért a legújabb nem újjáépítésünket miért nem az iskoláikat, miért nem az kórházaikat szerették volna először újjáépíteni. Megvédjük a templomainkat, mert a templomaink megvédenek minket, szólt a válasz. Tanulságos ez a válasz a számunkra is. A templomok felújítása, felépítése a hitbéli közösségek megerősítését célozzák. A templom az a hely, ahol iránytőként szolgáló gondolatokat hallhattunk, emberképről és társadalom felfogásról. Iránytőként szolgáló gondolatokat, emberképről, családról és a nemzetről. Olyan hagyományos értékekről van szó, amelyek a kereszténység által formált kultúrában maradtak ránk, és amelyek jelentőségét más ideológiák egyre inkább megkérdőjelezik. Az üldözött és márti kereszténynek arra emlékeztet minket, hogy a keresztény szabadság megvédése olyan parancs, amely túlmutat hazánk határait. Tettek nélkül az együttérzés, a remény és a hit is csak üres fogadkozás. A cselekvés szabadságának ez a kultúrája minket, magyarokat ma arra kötelez, hogy reményt adjunk üldözött keresztény testvéreinknek és segítsük őket. Ez a célja a Hungary Hearts programnak, amely már félmillió többségükben keresztény rászóló embernek tette lehetővé a szülőföldön való maradás vagy a szülőföldre való visszatérés. Igaz, hogy nem veszélytelen, de sokszor személyesen is ellátogatunk munkatársaimmal az üldözött keresztény közösségekhez, Afrikába és a Közel-Kelete egyaránt. Amikor megkérdezzük ezeket a borzalmas traumákat, átélt embereket arról, hogy mit tudunk segíteni, és mit tudunk tenni értük, az egyik legfontosabbnak azt találják, hogy meglátogattuk őket, és feltettük ezt a kérdést. Felajánlottuk a segítségüket, mert ahogy ők szokták ezt mondani, reményt ad számukra, hogy számon tartják őket, hogy gondolnak rájuk, és tudják, hogy a világ, tudja a világ, hogy mi történik velük.
Az újonnan leleplezett emlékfal előtt megállhat ez jusson eszünkbe. Az értük elmondott imádságok reményt adnak ezeknek az üldözött keresztény testvéreinknek, ahogy a köszöntőkben is elhangzott, az imának értéke és célja van. A helytállásuk pedig erősítsen minket a hitvallásunkban. Köszönöm a figyelmet, áldott boldog karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok! Köszönjük szépen államtitkár úrnak szavait, most pedig beosztottam készünket, kedves feleségemet kérem, hogy imádságban vezessen bennünket. Ez a szembefény egy picit megzavarja ennek a elképzelésnek a kompozíciója, nem tudom, van-e arra, hogy az imádságban lekapcsoljuk a szervezetet. Van, köszönöm szépen, és akkor hívok mindenkit kiegyítőnek, köszönöm az úgyhezetet kérünk. Úr Jézus Krisztus, hittel megvalljuk, hogy Te vagy a világ ura. Hiszük, hogy a neked adatott minden hatalom, és hiszük, hogy minden térd meghajol a Te nevedre. Neked adunk minden dicsőséget, Téged illet minden hálaadás, és teljes szívvel bízunk abban, hogy a mi mennyei atyánk érted, Úr Jézus Krisztus, hogy Te érted, kéréseinket meghallgatja. Sokszor tanítottad a tudatot, amint Te magad is jártál. Az ige tanítja, hogy a szolga nem lehet nagyobb az Uránál. Ha Téged üldöztek, akkor elfogadjuk, hogy ma is üldöznek keresztény testvéreinket a hitükért. Eléd hozzuk testvéreinket a Krisztus testén belül, akik háborúságot, üldöztetést szenvednek. Jézus Krisztus nevéért. Üldözött keresztény testvéreinkért szeretnénk közben járni, hogy hitet, erőt, kitartást meríthessenek a Te szabadból, és védelmet, biztonságot kapjanak a Te jelenlétedben, bárhol is éljenek a Földön. Kérjük, szólj hozzájuk naponként, és erősítsd a hitüket, amikor megkülönböztetések érik őket az életükben, a munkájukban, vagy éppen a gyermekeik beiskoláztatásában, amikor hátrányos helyzetben juttatják őket a hitükért. Kérünk, erősítsd meg a foglyokat és mindazokat, akik bántalmazásokat szenvednek, hogy meg tudjanak maradni a hitükben. Erősítsd a bizalmukat a nehéz napokban, hogy merjék hinni, hogy Te igaz vagy, és az ígéretedet meg nem tagadod, hiszen önmagadat meg nem tagadod, Urunk, mert hűséges vagy Te. Kérünk az otthon maradt feleségekért és gyermekekért, akik aggódással gondolnak szeretteikre a börtönökben vagy a meghosszabbítások között. És imádkozzuk megbocsátásért. Kérünk, hogy adj erőt üldözött keresztény testvéreinknek, hogy tudjanak megbocsátani, és ezáltal is Tégedet megjeleníteni ott, ahol erőszak. Világért, hogy a gyűlölet helyett szeretett, és ne szégyeljük a Krisztus evangéliumát, hanem folyamatosan Jézust követve, ahogy az apostol mondja, fussuk meg a pályánkat, és maradjunk meg a Jézus Krisztus valakit. Összetörjön, már
Isten áldjon meg mindenkit.